Pályázat útján nyert nemrég egy 4 személyes terepjárót az Egyesület. Az autó még nem érkezett meg, de a fogadására már felkészültek a tagok, hisz a hétvégén az önkormányzattól kapott épületegységet, az új jármű leendő garázsát betonozták. Az önkénteseknek még számos terve van. Most kaptunk a múlt héten a hírt, hogy az OKF is minden évben van ilyen pályázati lehetőség, és nyertünk rá 1.400.000 forintot, ami szakfelszállást fogunk rajta vásárolni. Ami az új autóhoz még esetleg még kell, utána meg lesz szinte minden felszerelésünk az autóhoz. Azaz ahhoz a gépjármű fecskendőhöz, amely szintén az Egyesület tavaszi szerzeménye. Előtte mi volt egy másik autónk, egy ifa tűzolt autó volt, az kim volt szabad ég alatt, aztán elég jól leromlott az állapot, aztán mondtuk, hogy önkormányzatnak segítsenek ebben, mert ugye tönkre megy az autó. Az önkormányzat támogatásával felépült egy hőszigetelt, vízzel, árammal, fűtéssel ellátott garázs, az új szerkocsi beszerzésében pedig a helyiek is segítettek. Az önkéntesek felszerelése szintén megújult. Az Egyesület a közelmúltban egyes kategóriájú lett, a közeljövőben pedig szeretne önálló beavatkozó egységgé válni.